Vidékünkön nem ritka a medvetámadás, május közepén például, fényes nappal a Székelyudvarhelyi Budvártetőn egy erdei munkát végző fiatalembert támadott meg. A nyár folyamán azonban főleg a Homoród mentiek gazdaságaiban fosztogattak a vadállatok. Homoródalmás és homoród Szentmárton községben mostanra közel 50-re tehető a medvék áldozatául esett házi állatok száma. A vadállatok nem válogattak, tehenet, juhot, bárányt, kecskét, disznót támadtak meg, sőt néhány mély is összetörtek. Sajnos egy olyan községben vagyunk, ahol a fő foglalkozás az embereknek az állattenyésztés. Sajnos az idén nagyon sok medvek arról kaptunk jelentést, és ami a, a legrosszabb, hogy most már a, bejött a faluba is a medve, bement az istálókba. Ugyanakkor a növénytermesztés, tehát a kukoricatenyésztés majdnem mondhatom megszűnt az egész községbe a medve és a vaddisznók teljesen az elmúlt évek során arra kényszerítették az embereket, hogy ne termesztenek növényeket. Hát most már az állataikat is, most már az istalókba is megtámadják. A kár jelentős megtérítésére azonban csak azok a gazdák számíthatnak, akik időben jelezték a kárt a helyi polgármesteri hivatalnál az eset után legtöbb 24 órán belül. A pórújárt gazdáknak egy a kártérítést rendező törvény értelmében egy tehén után 3105 lej jár, a bárány árát 300 lejben állapították meg, a sertésre hozzávetőleg 400 lejt számolnak. Az összesítés szerint így homorult Szentmártonban például mintegy 20 ezer lejre tehető avatkár. Nem csak állatokat terítettek le medvék, hanem a termesztett növények nagy részét, például a kukoricát is letarolták. A két homorodmenti község végül közösen fordult a szakminisztériumhoz, hogy segítséget kérjenek a medve támadások rendezésében. A húsz nappal ezelőtt beadott kérvényre végre válasz érkezett, megkapták a kilövetési engedélyt, de csupán egy medvére. A környékbeli vadállományról viszont köztudott, hogy eléggé nagy, a gazdák is csak félig meddig nyugodhatnak meg, hiszen egyáltalán nem biztos, hogy egy vadállat kilövése számukra százszázalékos megoldást jelent.